Idei nemes akciójukról számolt be a Rotary Klub Eger soros elnöke és az óvoda vezetői pénteken a Vizimolnár úti intézményben, hiszen a következő sószobát itt szeretné kialakítani a jótékonysági szervezet. Talán a mostani kezdeményezés minden eddiginél fontosabb, hiszen ebbe az óvodába sok hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek jár, akik szegény családból érkeznek, és nem tehetik meg, hogy akár betegség esetén is élvezhessék egy sószoba jótékony hatásait. Ez a helység az, amelyet fel tudtunk ajánlani a Rotary Klubnak, hogy ebben a helységben lehet majd kialakítani a sószobát. Boda Ferdinándné tagóvoda vezető televíziónknak elmondta, az idejáró gyermekek többsége a Szalaváros részből érkezik, nekik jótékonyan hathat egy sószobás terápia, amiért a szülők szerinte nagyon hálásak lesznek. Ez most már bebizonyított tény, hogy ott, ahol sószoba működik, ott a gyermekek sokkal hamarabb gyógyulnak, illetve rövidebb a lefolyása a felső légúti betegségeknek, úgyhogy mi is ezt várjuk ettől a sószobától. A különleges helyiség létrejötte viszont azon múlik, hogy mennyi pénzt sikerül összegyűjteni idén augusztus 20-án a Rotary Klub Eger Patakparti Kacsaparti rendezvényén, amit már 3 éve mindig az államalapítás ünnepén tartanak. Az adományozók 500 forint ellenében vásárolhatnak egy-egy versenykacsát, amellyel beszállhatnak az úsztatásba, amely idén is a Végvári Vitézek teréről indul majd. Ez a rendezvényünk ez kifejezetten a sószoba projekttel együtt indult. Az az elképzelésünk, hogy azokban az egri óvodákban, ahol ez lehetséges és ahol ezt szeretnék, ott telepítünk egy-egy sószobát, amivel hát a gyerekek egészségvédelmét, egészségmegőrzését és egészséges életmódra nevelését tudjuk támogatni. És úgy gondoltuk, hogy ez elég nagy lélegzetvételű projekt ahhoz, hogy valamilyen módon hatékonyan és széles körből próbáljunk meg adományokat gyűjteni. Ennek az adománygyűjtésnek az eszköze tehát évek óta a kacsaparti. Az úsztatáson való részvétele szükséges jegyekhez a Vizimolnár úti tagóvodában reggel 7-től délután 5 óráig lehet hozzájutni, de a Szenátorházban és az Agria Parkban is elérhető az összesen 3000 kacsajegy, melyekkel talán az idén nyertes, leggyorsabban úszó példányt foghatjuk ki.